kéménytüzek mind a szénmonoxid mérgezéses esetek vonatkozásában 2015 év óta vizsgáljuk, és azt tekintettük bázisérvnek a mai sajtótájékoztatón. Azt mondhatom, hogy a kéménytüzeknél 2015-ben 24 tűzeset keletkezett, 2016-ban ez a szám már 40-re rúgott, és 2017-ben a mai napig mintegy 30 ilyen esettel találkoztunk, tehát azt lehet mondani, hogy a tendencia 2016-os évet fogja megközelíteni, hiszen még most a fűtési szezon második részének, az év végének előtte állunk. Viszont ami örömhír számunkra az, hogy a szénmonoxid mérgezéses esetek, amely 15-ben és 16-ban 7-8 eset volt a megyénkben, ez idáig mindösszesen 2 esetben kellett beavatkozni, és ilyen esethez vonulni, valamint az is számomra egy megnyugtató tény, de ez nem tölt el engem elégedettséggel, hogy országos viszonylatban ezek az esetszámok, ezek az országos alatt vannak. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen alacsonyan tartsuk ezeket a számokat, és ha azt nézzük, hogy Tolna megye 109 településéről beszélünk, ahol véleményem szerint az elmúlt esztendőben megnövekedett a szilárd tüzelésre átálló lakóingatlanoknak a száma, azok a családok, akik egyre jobban vagy egyre többet választják ezt a fűtési módot, akkor pedig ez a számoknak, ezeknek a számoknak az emelkedése még viszonylag egy tűrhető mezőben található. Ja, nagyon sok helyen azt tapasztaljuk, hogy a korábbi fürdőszobába felrakott átfolyós vízmelegítők esetén is a gázengedélyezéses előírta a helységek összeszellőztetését, hogy megnöveljék azt a légteret, ahol itt a táplálkozik, ugye az ég is az oxigén nyeri, hogy azokat a nyílásokat is a lakosság betövíti, elzárja valami módon, mert bejön a hideg. Hát sajnos ez aztán egyre nagyobb veszélyforrása a dolgoknak, mert a legtöbb szénmonoxid mérgezés nem az égés termék elvezetőből, hanem adódik, hanem a levegőtlen, a tökéletlen égésből, illetve az évek hosszú során karban nem tartott gázkészülékekről.